Természetesen. Lazuljunk el. Engedjük el a magunkra hozott gondolatmeneteket, és eszméljünk föl itt, most a jelenben, ebben a teremben, társaink körében érezzük, nyíljunk meg, érezzük az atmoszférát, energiát, társaink felé is nyíljunk meg, érezzünk kedvességet, szeretetet, nyitottságot. És engedjük, hogy ebben a csodálatos környezetben, csupa jó emberekkel körülvéve találja meg a tudatunk a természetes nyugalmát, természetes helyét. A természetes derűjét és világosságát. Idézzük fel újra az indítékainkat, miért vagyunk itt. Miért foglalkozunk a belső ösvénnyel. Látjuk már, hogy az életünkben milyen fontos szerepet játszik a saját tudatunk, és értjük, hogy milyen fontos a tudatot tisztítani, képezni, méghozzá nem a szokványos módon, tehát nem valamiféle dologra képezni, kiképezni, mint például valaki megtanulhat különböző dolgokat, betanulhat, például a fejszámolást, vagy akármi mást, hanem vagy sakkban képezi valaki a tudatát, nem, hanem mi a tudatunkat. Abban képezzük, hogy fölfedezze a saját valódi természetét, és ezzel együtt a saját belső képességeit, adottságait, erejét, derűjét, nyitottságát, melegségét, jóságát, jószívűségét. Ebben képezzük a tudatot. Ezért vagyunk tehát itt, és mindezt azért tesszük, hogy ezzel hozzájáruljunk az egész világ jólétéhez, az összes lény boldogságához és megszabadulásához. És tudatosítsuk, hogy ez a lehető legnagyobb ajándék az összes lénynek. Itt gondoljunk Buddhára, gondoljunk más megvilágosult mesterekre, akik ugyanezt tették, és évszázadokon, évezredeken keresztül micsoda áldásos hatással, befolyással rendelkeznek az egész világra, számtalan lényre. Valódi segítség feltétele a tudatképzése.
vagyis a belső ösvény. Ezt tudatosítsuk, ezt soha ne felejtsük el, ez legyen a mi vezér csillagunk az életünkben, így érezzünk egyfajta büszkeséget, egyfajta magabiztosságot. Tehát tovább folytatjuk a Pacul Rinpoche tanítását. A megvilágosodás égköve a könyv címe. És ugye az egész ösvény tárgyalja most már a tudat természeténél tartunk. Ott is a Mahamudra különböző fokozatain áll, tehát ugye azt mondtuk, hogy a négy jógával foglalkozunk, a négy jóga közül az, emlékszik valaki, hogy mi van a négy jóga? Egyhegyűség, nem bonyolítás, egyízűség és nem meditáció. És most az egyízűségre fogunk foglalkozni. Látjátok? Így kell. Így kell. Mindenki tudja ezt? Mindenki? Nem? Nem tudom, nem tudni. Ezt tudni kell. Hát, itt voltatok, hallottátok, föl van véve a filmben az interneten, ezzel foglalkozni kell. Két hétig az ember boldog, mert ilyen tanítások rezgik át az agyát, a tudatát, a lelkét, a szívét és a környezetét is. Jó? Ja, ezzel foglalkozni kell. Most az ember itt meghallgatja, akkor elmegy, és utána visszajön. Jaj, hát arra sem emlékszünk, hogy mivel foglalkoztunk a múltkor, akkor ugye az nekünk nem jó, nem másnak teszünk ezzel szolgálatot, mint az iskolában, hogy megfelelünk, és akkor ugye levizsgázunk, és nem, ez ebben élhetünk, ez egy közeg, két hétig ez egy közeg, amiben élhetünk, arról szól a tanítás. És ezt a közeget nekünk kell létrehoznunk, illetve fenntartanunk. Ja? Tehát akkor még egyszer mi volt? Most már tudjátok, most akkor kórusban mondjuk. Első. Igen. Második. Nem bonyolítás. Harmadik. Egy íz vagy egy ízűség. Igen. Negyedik. A nem meditáció. Na most tartunk a nem meditációnál. Nos, akkor olvasom a... Még nem fejeztük be az egyízűségnél, és az első két mondatot vettük. Másik kettőt nem vettük. Még be sem fejeztük. Az első két mondatot vettük. Hát lehet, hogy ez ott is, abban is hagyjuk. Első kettőt vettük. Értem, igen. Tehát mi volt, tisztítsd meg a jelenségeket a tudati ragaszkodástól, ez volt az első, tisztítsd meg tudatod a képzeletbeli jelenségek búvóhelyétől, ugye? És akkor mi volt ez a búvóhely, emlékszik valaki rá? Ez nagyon fontos. Tehát a képzeletbeli jelenségek búvóhelye, az micsoda? Énhez ragaszkodás. Így van, képzeletbeli jelenség búvóhelye ott van. Igen. Ott van az a kör, látjuk, igaz? Mivel van telefestve az a kör? Ugye látunk egy kört, igaz? És a körben belül mik vannak? Képzeletbeli jelenségek. Ja? Ezek mind képzeletbeli jelenségek, a hat világ, az a három állat, az ösvény maga is, tehát hogy ugye az állatok, három állat mellett van az a fekete-fehér kétosztású kör, igaz? Ott lefelé a fekete az azt jelenti, hogy ha a tudattal nem foglalkozunk, akkor megyünk lefelé, tehát egyre rosszabb, az magától csak romlik, ha nem foglalkozunk vele. De ha elkezdünk vele foglalkozni, akkor ugye elindulunk fölfelé, igaz? Tehát ez az ösvény, a bal oldali a fehér az ösvény, a jobb oldali a fekete, az pedig, hogyha nem, nincs ösvény, igaz? Akkor a tudat magától csak romlik, mint minden. Egy ház, hogyha megépült és nincs karbantartva, akkor a ház romlik, igaz?
maga a testünk is. A testünket nem gondozzuk, nem nyírjuk a hajunkat, nem mosjuk a fogunkat, nem vágjuk a körmünket, nem pucoljuk magunkat rendszeresen, nem illatosítjuk be jól magunkat, a test is csak romlik, romlik, igaz? Romlik. Nem gondozzuk, akkor romlik. Igaz? Tehát minden, a tudat ugyanúgy, ha a tudattal nem foglalkozunk, akkor romlik ez a fekete kör. De, hogyha elkezdünk dolgozni a tudattal, képezni kezdjük a tudatot, akkor lehetővé válik ugye a megszabadulás. Ugye, ezt mutatja. Ott van is ott a legfelül, ugye, ott egy Buddha tanít, ha jól emlékszem, és akkor van egy ilyen kis fénysugár, ami kiviszi az illetőt. Igaz? Nincs ott olyan? Ott van, ugye? És akkor kiviszi, és akkor fölmegy oda a sok Buddhához, akik már a körön kívül vannak, igaz? Nos, tehát ez a búvóhely. Ez a búvóhely, amit úgy hívjuk, hogy szamszára, de a szamszára, ugye az nem egy hely, az a tudat, az maga a tudat. Ja? A mi zavaros tudatunk. Tehát amíg énhez ragaszkodás van a tudatban, addig van zavaros tudat, és a zavaros tudat az a búvóhelye a látszat jelenségeknek, igaz? Ja? Nem? És ez a zavaros tudat, ez maga az ürdöng. Ja, az ürdöng. Az illúzió mestere, igaz? Az énhez ragaszkodás, az ott van, ő az a szép pirossal festett bácsi ott. Aki az egészet tartja. Tehát akinek szinte mondjuk a hasába látunk bele, úgy is lehet ezt kilátni, mint hogyha egy nagy hasa föl van. Rá közelítettünk egy mindent látó kamerával, és belelátunk a hasába, és az ő hasába van ez a sok-sok látszat jelenség, igaz? Tehát ő benne, ja? Ő tartja ezt a markában, a kezében. De ez az ő, ez mi vagyunk, ja? A nagy ő, az mi magunk vagyunk. Ja? A nagy ő, akivel annyira szerelmesek vagyunk. Ja? Ilyenek vagyunk. Ebbe vagyunk szerelmesek. Ja? Tehát ez a búvóhely. Itt van. Ez maga a búvóhely. Ez egy másik szó. Tehát a látszat jelenségeknek, képzeletbeli jelenségek búvóhelye az a mi zavaros tudatunk, méghozzá ugye a zavaros tudat, amely tehát ugye a énhez ragaszkodásnak a teremtménye. Nos, a tudat a végtelen nyitottságban egyé válik a jelenségekkel. Az egy ízt felismerő rezidáld a hatszorkagú mantrát. Ja? Mit jelent ez? A tudat a végtelen nyitottságban egyé válik a jelenségekkel. Ja? Hát ez csak azt jelenti, hogy mit jelent? Hát ez nagyon sok mindent jelent. Ha egyszer felismerjük tudatunk igaz természetét, azon nyomban megszűnik a relatív jelenségek káparázata és az irántuk való ragaszkodás hatalma. A jó és rossz, a tisztaság és tisztátalanság fogalmai elveszítik kényszerítő erejüket, egy ízé olvadnak. Ja? Fokozatosan elérjük Jesun Milarepa állapotát, s többé nem látunk különbséget az arany és a vas között. Amikor Gampópa aranyat és teafüvet ajánlott fel Milarepának, ő így felelt. Öreg ember vagyok, akinek semmi szüksége aranyra, a teát pedig nincs hol megfőznem. Recitáljuk ebben a szellemben a hat szótagú mantrát. Ja? Tehát ezt jelenti röviden, velősen ez a harmadik mondat. A negyedik mondat az pedig egy ízt felismerő recitáló hat szótagú mantrát. No, hát akkor tovább lépünk. Következő nem meditáció. Nem meditáció. A tudat természetében az üres tiszta eszmélés egyszerűségében minden megszabadul. Ja? Tehát a tiszta eszmélés mit jelent?
Az a tudat természete. A tudat eszmélés állapotában, ez nagyon fontos. Mi az, hogy eszmélet? Tudjuk, mi az, hogy eszmélet. Valaki eszméleténél van, vagy nincs az eszméleténél, igaz? Az eszmélés az a legalapvetőbb, ugye mondjuk így dolog a tudattal kapcsolatban. Tudat vagy eszmélet, föleszmélt állapotban van, vagy pedig elvesztette az eszméletét, igaz? Igaz? Tehát a tudat, és akkor a tudat eszmélt állapotban van, akkor aztán jön a többi dolog. Jönnek az érzelmek, jön az énhez ragaszkodás, jönnek a gondolatok, de nem csak azok jönnek. Ha tiszta eszmélés állapotában vagyunk, az ennél sokkal többet jelent. Tehát az maga a tudat természete, amiben vagy egy beszűkülés történik meg, vagy pedig egy megnyílás. Tehát az eszmélés az az alapfeltétel. A tudat alaptermészete az eszmélés. Eszmélés. Ja? Érthető ez? Érthető? Tehát az az alaptere a tudatnak, az eszmélés állapota, igaz? Tulajdonság, alaptermészete, az eszmélés állapota, teljesen nyitott tudat, amiben bármi megtörténhet. Tehát amikor valaki eszmélt állapotban van, akkor bármi történhet. Akkor ő megtapasztalhatja a világot, mint Buddha országot, vagy megtapasztalhatja a világot, mint poklot. Vagy mint embervilágot, vagy a hat világot, igaz? De az egésznek az alaptere a tudat eszmélt állapota. Eszmélt állapota, ja? Érthető ez? Tehát az eszmélés az egy nagyon fontos szó. Tehát az üres, tiszta eszmélés egyszerűségében minden megszabadul. Ez tehát a tudat természete. A gondolatok a tiszta eszmélés spontán megnyilvánulásai, a gondolatok, amelyek a tiszta eszmélés spontán megnyilvánulásai a saját terükben vagy szférájukban tisztulnak meg. Ja. Hát ezek ugye mind Mahamudra tanítás. Ugye ez az, amivel mi ugye foglalkozunk folyamatosan, amikor siné meditációról vagy bármi másról is beszélünk. Ugye alapvető, hogy a gondolatok azok maguk is a tiszta eszmélés megnyilvánulásai. Ja? Tehát a gondolatok nem valami extra dolgok, amiket berakunk a tudatba, hanem a tudatnak magának a megnyilvánulásai. Igaz? Tehát amikor eszmélt állapotban vagyunk, akkor jönnek a gondolatok. Most eszmélés, ugye álomban is eszmélt állapotban van a tudat. Ja? Az is egy eszméletlen állapot, igaz? Tehát amikor alszunk és álmaink vannak, az is egy eszmélt állapot, igaz? Ja? Tehát ott is van a gondolatok, érzelmek. Tehát ne gondoljunk itt most csak a nappali tudatosságra. Tehát az eszmélés az éjjel-nappal megvan a tudatban. Éjjel-nappal. Ja? Tehát ebben az állapotban megjelennek a tudatban a gondolatok, vagy az álmok, éjszaka az álmok, nappal a gondolatok, és akkor álmokban is vannak érzelmek, és nappal is vannak érzelmek. Ja? És ez ugyanúgy a halál után is. A halál után sincs eszméletlen állapotban a tudat. Akkor sincsen. Ja. Akkor is az eszmélés a tudat alap állapota, mondhatjuk így. Alap állapota. Ja. És akkor abban megjelennek gondolatok, de ezek mind a tudatból, tehát a gondolat anyaga maga a tudat, mondjuk így. Ja. Az érzelem anyaga maga a tudat. Ja? És az énhez ragaszkodás anyaga is maga a tudat. Ja? Ez mind a tudat.
Ezek nem valami külső, bepalántált, beültetett dolgok. Nem valami beültetett dolgok a tudatban, magad. Ugyanúgy, mint az égen a felhő, az maga az ég, igaz? Az nem más, maga az ég. Tehát senki nem rakja oda a felhőket. Vagy a vízen a hullám, az maga a víz, igaz? Senki nem rakja oda a hullámot, van kívülről valaki rárakja a vízre a hullámot. Hullám az maga a víz. A felhő maga az ég. A gondolat maga a tudat. Ja? Ezt nagyon fontos érteni. Csak úgy, ahogy van ez a szép kendő itt, ugye, és akkor ez a kendő most nagyon szép sima, és akkor ezt fogom és összegyűröm. Ugye a gyűrődés is maga a kendő, nem? Nem két különböző dolog. Tehát amikor a kendő összegyűrődik, akkor lesz egy gyűrődés, igaz? Igaz? A gyűrődés nem van a külön dolog, amit ide teszünk, hanem a maga kendő gyűrődik össze, igaz? Na, ugye így vagyunk a tudat. Tudatnak a fodrozódásai, a gondolatok, a tudat fodrozódásai, az érzelmek, a tudat fodrozódásai, minden, a jó, a rossz, a tudat fodrozódása, a elfogultság, a ragaszkodás, a félelem, a gyűlölet, a harag, az öröm, a bánat, a jóság, a rosszaság, ez mind a tudat fodrozódása. Ja? Jó gondolatok, rossz gondolatok. Mind a tudat fodrozódása, semmi más. Mind a tudat. Mind. Tehát ugye a végső szinten ezt kell tudnunk. Ezért, amikor meditálunk, amikor siné meditációt végzünk, akkor mi a fő dolgunk, ugye, mindenki tudja. Nem ítélkezünk. Tehát fölfüggesztjük az ítélkezés szokását. Nem ítélkezünk. Nem mondjuk, hogy ez jó, ez rossz. Tehát én most meditálok, ez a dolog engem zavar a meditációban, ezt nem mondjuk. Ez a dolog kedvez a meditációnak, nem mondjuk. Ja? Nem mondjuk. Hanem egyszerűen minden a tudat. Minden. Amikor hallunk valamit, amit egy hétköznapi ember, aki nem meditál, azt mondja, hogy jaj, ez egy nagyon zavaró dolog. Ja, például mond valaki valami szörnyűséget, akár bármit. Ja, vagy történik valami, hall valami szörnyű hangot. Ja. Azt mondja, ez nagyon rossz dolog, ez egy bántó rossz dolog. Amikor meditálunk, akkor nem azt mondjuk, hanem azt mondjuk, hogy mit mondunk. Azt gondolom, hallok. Ennyit mondok. Semmi más. Azt gondolom, hallok, ami azt jelenti, hogy tudatosítom, hogy ez csak egy gondolat. Ja? Tehát nem is azt mondom, hogy hallok, nem, hanem azt gondolom, hogy hallok. Hogy mit, azzal nem foglalkozom. Hol hallok. Egyszerűen működik a tudat, a tudatban megjelent egy gondolat. Mi ez a gondolat? Az a gondolat, hogy hallok. Ja? Hogy mit gondol, az nem érdekes, hogy mit hallok. Azt gondolom, hallok. Tehát tudatosítom magamban, hogy ez a hallás, ez egy gondolat formájában ér el hozzám. Mert hogyha nyitva van a fülem, és hallom is, de ez nem tudatosul bennem, akkor nem lesz belőle gondolat. Igaz? Tehát mindig gondolat formájában tudatosulnak bennünk a dolgok, igaz? Amikor tudatosult valami, az egy gondolat. Ja? Az egy gondolat. Ja? Érthető ez? Ezt mindenki tudja, ezt csináljuk már 30 éve csináljuk ezt, igaz? Van, aki 50 éve csinálja. Ja? Tehát... Ja? Tehát ez az alapvető dolog. Tehát minden a tudat. A tudat vagy nyugszik, vagy mozog. A tudat ennyit tud. Vagy nyugszik, vagy mozog. Ja? A tudatnak van nyugalmi állapota, és van mozgó állapota. De ez mind a tudat. Amikor a tudat mozog, akkor vannak gondolatok, érzelmek, stb. Amikor a tudat nyugszik, ja, akkor pedig szünet van két gondolat és érzelem között. Mert ilyen előfordulhat. Mindenki tapasztalta már, biztos. Hát van, amikor... Persze ez így, nyilván ez egy nem elbambult és
és mondjuk eltompult állapotról beszélünk. Nem, hanem amikor a tudat nyitott, világos, de mégis az történik, hogy elmúlt egy gondolat, és még nem született egy új gondolat, akkor van a tudatnak egy bizonyos nyugalmi állapota. Két gondolat között. Ja? Hogy erről beszélek, nem arról, hogy belezsibbadtunk valamiféle zavaros fél állapotba, és akkor ott, az nem, akkor nem nyugszik a tudat, nem nyugszik, akkor a tudat behűlt. Ja? Ezt hívjuk ugye meditációnak. Tehát tévedés, mert sokan ugye azt hiszik, hogy az a meditáció, hogy na nincsenek gondolatok, hát akkor még nincs. Hát itt egy totális butaság, ostoba, buta állapot. Ez nem meditáció. Meditáció tökéletesen tiszta a tudat. Tökéletesen tiszta a tudat. De, és tisztában vagyunk azzal, hogy mi van a tudatban. Tehát a tudat vagy mozog, vagy pedig nyugalmi állapotban van. Tehát nem csak az a meditáció, amikor elment a gondolat, és még nem született új, és akkor nyugodt állapotban van a tudat. Nem csak az, nem csak az. A tudat mozoghat meditációban, de tudjuk kezelni. Tehát nem visznek el a gondolatok. Tudjuk, hogy azt gondolom, hallok, azt gondolom, látok. Tudom, hogy ez a tudat mozdulatai. Ja? Kész. Hát, ez, ugye ezt csináljuk, ez a siné meditáció, ami nem csak siné, hanem siné és laktong meditáció. Amikor az ember fölismerés, tényleges fölismerésre jut, az a laktong, ugye az a vipassana, vipassana, ugye szanszkritul. A samatha az egyszerű, hogy hívják, az egyszerű tudat összeszedettségének a gyakorlata. Ja? Csak egy bizonyos módszert alkalmazunk, hogy a tudat összeszedetté váljon, ez a siné. A laktong pedig a fölismerésekre jutunk a tudat természetét illetőek. Tehát ugye ez a két dolog. Ja, ezt a két dolgot kombináljuk a meditációban. Nos, és ennek a módszere, tehát a legalapvetőbb módszere az, hogy nem ítélkezünk, nem válunk elfogultá, bármi történik. Hogy jaj, ez zavaró, ez nem jó, ez negatív, ez nem kell. Ja? Ez zavar engem a meditáció. Ez pedig kedvező a meditációmra nézve. Tehát ez, ha ilyen gondolataink vannak, az azt jelenti, hogy ez nem meditáció, hanem akkor az ember csak ül, és jár az esze össze-vissza. Ja. Nos, tehát ugye erről lenne szó, tehát a gondolatok a tiszta eszmélés spontán megnyilvánulásai. Ja, akkor ezt értjük, igaz? Értjük? Fontos. És mindezek a gondolatok, amelyek a tudatosság spontán megnyilvánulásai, saját szférájukban tisztulnak meg. Ja? Megnézzük ezt akkor eredeti szövegben. 43-as. Hát fölszabadulnak, a tibeti szöveg azt mondja. Azt mondja, tisztulnak meg. Nem, bocsánat, ez másik verszak. Ranszar dak. Igen, megtisztulnak, igen. Ja. Igen. Megtisztulnak. A tudat és a tiszta eszmélés lényegét tekintve egy. Na, ez egy fontos dolog. Ugye, amikor tudatról beszélünk, csak úgy tudatról, akkor általában ugye a zavaros tudatról beszélünk. A zavaros tudat. De a zavaros tudat alaptermészetét tekintve nem más, mint a tiszta eszmélés. Ja? Tehát mondjuk itt a tiszta tudat, vagy a megvilágosult tudat, stb. Sokféle néven lehet nevezni. Tehát ugye erről beszéltünk. Mert amikor a víz
ben iszap van, és azt fölkeverjük, ugye? Ugye? A víz továbbra is víz. Igaz? Továbbra is víz. Csak zavaros víz, mert fölkeveredett az iszap. Igaz? Ha megvárjuk, hogy leüljön az iszap, leülepedjen az iszap, akkor látjuk, hogy ez nem volt más, mint víz. És most sem más, mint víz, akkor sem volt más, mint víz, amikor fölkeveredett benne az iszap. Igaz? Nos. Tehát a tudat és a tiszta eszmélés lényegét tekintve egy. A dharmakája nem meditáció állapotában recitálja a 6 szótagú mantrát, ugye? Nos. Hát ugye ez a legmagasabb szintje a meditációnak, amit úgy hívunk, hogy nem meditáció, de ezt nem lehet így előidézni, hanem ez az ember a tudatát képezi a meditációval, akkor végül annyira képzetté válik, hogy nem kell már meditálnia, hanem egyszerűen spontán, természetes, természetes állapottá válik. Ugyanúgy most mondjuk így, hogy természetes, hát ugye idézőjelben, megszokott, önmagától működő, ja, tehát a mi akaratunk és erőfeszítésünk nélkül működik ugye a zavaros tudatunk, igaz? Igaz? Nem gond a zavaros tudatot fölébreszteni, igaz? Nem kell. Fölébredünk és azt mondjuk, na, akkor most fölkeltem a zavaros tudatot. És erre egy módszert alkalmazok. Nem, erről nincs szó, a zavaros tudat már ott van. Igaz? Tehát nem gond fölkelteni. Na, ugyanígy, amikor a tudat képzetté válik, akkor már nem gond fölkelteni a tiszta tudatot, mert ugyanaz, tehát az van, fölébredsz, és akkor már tiszta tudat, elalszol, akkor is tiszta tudat. Tehát a tudat már mindig tiszta, ez a nem meditáció állapota. Ja? Ez a nem meditáció állapota, ez a magas szintje a meditációnak. Ugye jelenleg ugye mi tisztítjuk a tudatunkat, és néha-néha megtapasztaljuk a tiszta tudatot. Ja? Most a gyakorlás, ugye, gyakorlás azt jelenti, mint a zongorista, igaz? Zongorista, nem tudom, valakinek, aki zenél, vagy valami művészettel foglalkozik, akinek van tanítója is, van valaki, ilyen valaki itt, aki jár valami tanítóhoz, iskolába. Ugye, előfordul az, hogy az ember, mint fiatal, lelkes, fogja a hangszerét, vagy rajzol, fest valamit, és akkor kijön valami, és akkor tényleg jól néz ki az a dolog, vagy jól hangzik, ja? És akkor az ember boldog, ugye? Fú, most... És akkor a mester is azt mondja, hogy ez most jól jött ki. Igen, de akkor most ezt játsz el ugyanígy még egyszer, ja? És az már nem megy, vagy holnap is jársz el ugyanis, és az már nem megy. Tehát véletlenül kijönnek ilyen hogy hívják, szikrák, ugye, ez előfordul. Na, ott körülbelül itt tartunk most. Tehát ülünk, meditálunk, és néha-néha ugye a tudat természetében valamiféle bepillantást nyerünk. Igaz? Bepillantást nyerünk. Átmenetileg, rövid időre. Igaz? De, ugye, itt kezdődik a gyakorlás igazából. Tehát a gyakorlás, mint az zongor. Akkor fiam, most ne gondold azt, hogy most akkor azért, mert egyszer sikerült, akkor most már te egy mester vagy, nem. Hanem most állj neki, hogy ez mindig így jön ki belőled. Mindig. Ha jó kedved van, ha rossz kedved van, ha élsz, ha halsz, még álmodban is, leültetnek egy zongorához, akkor is így jön ki belőled. Ja? És akkor leszel ugye mester. Na hát ugyanez van a tudattal is. Néha az ember ráérez, hogy milyen is az, hogy nem tudom, ilyen tiszta tudat valami, az ember ráérez. Hát az elején persze nem érez rá, hanem csak beszéli magának, de aztán egyszer csak kezd ráérezni, kezdenek a dolgok így valami módon ugye összerendeződni. De az még csak a kezdet, akkor kezdünk el gyakorolni, igazából. Akkor kezdünk el gyakorolni, és amikor a gyakorlás tehát abból áll, hogy akkor ezt tényleg bevinni az életünkbe, és minél gyakrabban, minél húzamosabban ugye,
legyen jelen az életünkben, ugye a tiszta tudat. Erről szól a gyakorlás. Ja? Erről szól a gyakorlás. Ja? Tehát a tudat végső természete az eredeti tiszta eszmélés, amelyből úgy áradnak a gondolatok, ahogy a napból a fénysugarak. Ja? Ugye erről beszéltünk. Tudatunk természetének felismerésével a káprázat felhői szerte oszlanak. Ja? A tudat nem születik, nem létezik és nem szűnik meg. Ja? A mantrajána ezt eredendő, folytonos, tiszta eszmélésnek, vagy örökké jelenlévő egyszerűségnek nevezi. Ja? A Prajnaparamita szutrában is le van ez írva, azt mondja, a tudat nem létezik, a világosság e nem létező tudat kifejeződése. Ja? Szép, ugye? Most ugye ez mit jelent? Annak a végére kell járni. Ja? Tehát ugye meditációban, hát ez ugye későbbi dolgok, de jó erről hallani. Vizsgáljuk meg a tudat mozdulatlan és mozgó állapotát, valamint magát a tudatot, ami e két állapotot felismeri. Ugye erről beszélgettünk az előbb is. Tehát meditációban, amikor az ember eljut odáig, hogy erre képes, az ember elején nem képes, mert gondjai vannak, ugye. Tehát a tudat túl zaklatott hozzá. De ugye meditációban ezzel foglalkozunk későbbiek folyamán, hogy megvizsgáljuk a tudat mozdulatlan és mozgó állapotát. Tehát tapasztalatunk van a mozdulatlan állapotról is, igaz? És tapasztalatunk van a mozgó állapotról is. És akkor megvizsgáljuk a mozdulatlan állapot természetét, megvizsgáljuk a mozgó állapot természetét. Ja? Tehát ezt is nagyon fontos ezekről hallani, mert az emberek azt hiszik, azt mondják ugye, amikor valaki elmegy valahova és meditálni akar, tanulni, akkor azt mondják, hogy na, akkor üresítsd ki a tudatodat, hogy ne legyenek gondolataid. Ja? És akkor az ember ott ül és gyűrődik, és nem tudja, hogy mit kell csinálni, hogy kell csinálni. Erre pedig van egy válasz, akkor ennek a mesternek azt kell, akkor üresítsd ki te! Ja? Ja. És akkor vége a mutatványnak. Ja? Mi az, hogy üresíts ki a tudatodat, hogy ne legyenek gondolatod? Ilyen nincs. Ilyen nincs. Azt lehet, hogy elfolytom, de akkor az elfolytás maga egy gondolat. Ilyen nincs, hogy kiüresíted a tudatodat. Lehet mesterségesen létrehozni egy olyan görcsöt a tudatban, hogy úgy tűnik, mintha nem lenne gondolatod, de hát azt én nem kívánom senkinek. Ja? Ezt hívják koncentrációnak. Rákoncentrálunk valamire, és akkor teljesen rázsibbad a tudat egy valamire, ráfagy a tudat valamire, és akkor hát ez maga a halál. Maga a halál, ugye? Tehát ez nagyon-nagyon rossz dolog, nagyon veszélyes dolog. Tehát mondom, ha valaki azt mondja, hogy üresítsd ki a gondolatot, ne legyenek gondolataid, akkor mondod, hogy üresítsd ki te. Ja? És hogyha erre mérges lesz, akkor küldjétek el hozzá. Ja? 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 Tehát nagyon sok, hogy hívják, zagyvaság van a meditációról elterjedve, nagyon sok. Tehát a tudatnak van mozgó állapota és mozdulatlan állapota, ja? Van, de oda el kell jutni. Ja? És amikor mozog a tudat, az nem probléma, nem probléma. Akkor tudjuk, hogy az mozog a tudat. Kész, ennyi. A tudat az mozog. Nem probléma. Az olyan, mint egy gyerek. Most egy gyerek, ne mozogjon a gyerek. Az a jó gyerek, aki meg sem mozdul. Hát az a jó gyerek. Ja? Az a gyerek, aki meg sem mozdul, annak a szülei egész nap sírnak. És aztán eltemetik. Ja?
az halott gyerek, igaz? Gyerek, amelyik meg sem mozdul, szavát sem hallani, az halott gyerek, igaz? Nem? Hát ugyanígy van a tudattal is. A tudat, amelyik meg sem mozdul, szavát sem hallani, az halott tudat, megfagyott, ja? Bedöglött, szaga van, ja? Nagyon fontos. A tudat legyen eleven, a tudat eleven, a tudat legyen eleven, a tudat nagyon eleven. Hagyjuk, hogy minél elevenebb legyen, ja? De hogyha dolgozunk, ugye egy eleven gyerekkel ugye lehet dolgozni. Most egy gyerek, aki mindentől fél, nem mer meg se szólalni, hát az a legrosszabb, ugye? Legrosszabb. Gyerek eleven reagál, tudunk vele dolgozni. Mondunk neki valamit, akkor ő is mond valamit. Ja, és akkor tudjuk, hogy ki ő, mi ő, lehet vele dolgozni, igaz? Egy befagyott, hogy hívják, rémül gyerek, hát ezzel nem tudsz mit kezdeni. Ugye azt berakják ugye, a pszichiátriára. Ja? És próbálják a görcseit feloldani, igaz? Na hát így vagyunk a tudattal is. Tehát a meditáció, megtapasztaljuk a tudat, eleven, él, ja? működik. Semmi rosszabban nincsen, nem szabad a tudatot fagyasztani. Meditáció címén, nem szabad. Ja? Viszont az ember rálátást nyerhet a tudatra. Látja, hogy igen, ez eleven mozgó tudat. Ez most pedig a tudatom elnyugodott. Most a tudat mozdulatlan. Hát van mozdulatlan állapota, van mozgó állapota a tudat. Mind a kettő ugyanolyan jó. Nincs probléma. Ha az természetesen történik. Ja? De hogyha befagyasztom a tudatot, koncentráció, az nem jó. Az nem jó. Az nagyon rossz. Tehát abból nagyon rossz dolgok születnek. Ja? Hát sokan ugye, van a tibeti szó, samten, úgy hívják. Ezt általában koncentrációnak szokták fordítani. Teljesen hibás. Samten, sam az ebben az esetben tudatot jelent. A ten, az pedig stabil. Ja? Stabil. Samten azt jelenti, hogy stabil tudat. Nem azt jelenti, hogy koncentráció. Ez két teljesen külön dolog, nem? Érezhető, igaz? Tehát a samten szokták koncentrációnak fordítani, semmi köze a koncentrációhoz. Samten az stabil tudat, szilárd tudat, mondjuk így. Samten, szilárd tudat. Vagy megalapodott, ten azt is jelenti, hogy megalapodott tudat. Ja? Megalapodott tudat. Ja? Tehát összeszedett, én így szoktam fordítani, összeszedett tudat. Máshoz, hogy összeszedett, és máshoz, hogy koncentrál, igaz? Nem, összeszedett állapotban, az egy jó dolog. Koncentrál állapotban azt jelenti, hogy kizár mindent, igaz? A koncentrál azt jelenti, hogy egy dologra figyelsz, minden mást kizársz. Ez nem jó állapot a tudat számára. A tudat számára az, hogy összeszedett, de itt van, és nyitott, igaz? Nyitott, de összeszedett, ugye? Ez egy jó állapot a tudat számára. Ezt így szoktam én fordítani magyar. A koncentráció az, hogyha olvassátok, mert aztán sok könyvben olvasni lehet, akkor tudni kell, hogy ez a samtent jelenti, a samtentnek egy rossz fordítása. A koncentráció. Ja? Nos. Tehát van a tudatnak mozdulatlan állapot és mozgó állapota. Ja? Ja? Ugyanakkor pedig van a tudatnak ez az alapvető eszmélés állapota, ami föl tudja ismerni, hogy most a tudat mozdulatlan, vagy pedig mozog. Ja? Nagyon fontos. Tehát, hogyha a tudat bemerevedik, begörcsöl egy úgynevezett, úgymond, mozdulatlan állapotba, és azt nem ismerjük föl, mert ez a probléma. Nem ismerjük föl. Mert a tudat elveszti a rálátását, a távlatát. Elveszti a távlatát egy ilyen koncentrált állapotba. Teljesen elveszti a távlatát önmagára. Ja? Most egy összeszedett állapotban pedig a tudat nem veszíti el ezt a képességet. Na ez ugye a
az eszmélés, a tiszta eszmélés, ami az egésznek a háttere. Ja? No, mindegy, ebből most elég, igaz? Elegünk van ebből. Elegünk van már ebből. Úgy se értünk belőle semmit, de legalább hallunk róla. Igaz? De ezt lehet érteni. Tehát, hogyha azt a siné meditációt csináljátok, amit mi itt gyakorolunk, tehát a nem ítélkezés, tehát fölfüggesztjük az ítélkezés szokását, akkor ezeknek már van értelme, ezeknek a dolgoknak van értelme. Hogyha ezt tényleg csináljuk, ha nem csináljuk, akkor ezért lesz bőle. Anyám tyúkja. Anyám tyúkja. Szöveg, egy vers. Tudunk kívülről, ja? Mint a látkozott királyfi túl az operencián, hogy nem ez az anyám tyúkja. Ja? Tudjuk, mondjuk, mint a papagáj innen, mondjuk, de nem értünk semmit, ugye? Hát ha nem csináljuk a meditációt. Mert ha csináljuk, akkor értjük. Nem azt mondjuk, hogy azt gondolom, hallok, tehát egy gondolat. Ha valami tudatosul, az mindig gondolat. Ja? Azt gondolom, látok. Ez nagyon egyszerű ugye, tapasztalni az ember, így tartja a szemét, és akkor egyszer csak észreveszem, hogy neked mozog az ujjad. Ja? Itt meditálok, és az már egy gondolat, mert tudatosult, hogy mozog az ujjad. Ja? De így ülök, és el vagyok lazulva, akkor a tudatban van elég tér ahhoz, hogy a ujjad mozoghat. Anélkül, hogy az énben nem tudatosulna. Nem tudatosul. Ja? Nem tudatosul. De ugye, hogyha az ember figyel, és akkor látja, hogy valaki mozog, és a tudatosul benned, az maga a gondolat. De a tudat eléggé nyitott és toleráns. Megengedi, hogy mozogjon. Minden, mozogjanak a falevelei, kinn a természet, nem tud meditálni, mert mozognak a falevelei. Ja? Mert csiseregnek a madarak. Nem lehet meditálni. Madarak tönkreteszik a békét, a természetet. Akkor az ember nem jól, rossz úton van. Akkor koncentrációval foglalkozik. A koncentrációt borzasztóan idegesít. Minden. Ez egy olyan, hogy mondjam, olyan neurotikus állapot, hogy az minden baj. Koncentrálok, és akkor megszólal egy madár, és akkor... Ennek is pont most kell csiseregni. Ja? Egy összeszedett állapotban az ember helyén van, és akkor minden lehet, minden megvan engem, minden, amit csak megtörténik, minden helyén van. És akkor nem tudatosul külön bennünk, hogy na, most megszólalt egy madár. Mert az egy másik dolog, hogy ülünk és csak bambulunk, és akkor meditálok, és akkor megszólal, hogy jaj, de szép madár, milyen jó, hogy így meditálni. Hát ez megint nem meditálok, nyilván, én mindig a természetbe akarok meditálni, mert olyan szépen csiseregnek a madarak. Hát ez megint nem meditáció. Ja? Ez nem meditáció. Ja? Semmi köze hozzá. Ja? Tehát egyik se. Ja? Ja. Nos, akkor ezt most abba hagyjuk. Mert fontosabb dolgunk van, az evés. Na, akkor ajánljuk föl az érdemeket. Példányát követve fejlődjek, ezért ajánlom ezért. Ez a verények által minden lény teljesítse, az érdemes bölcsesség halmozásásért, érdemből bölcsességben megszületőként,
abból a három test által karmarádó sosem változott. Igazság várlása által a szanga megrendítette. Törekvés áldása által a lefaladállás kívánsága teljesüljön vágyom valóra. Az éved és szellem.